a nem férfias férfiak, azok periférián voltak. Most talán a férfias férfiak vannak periférián. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek ebben a videóban. Az én nevem Bíró Bence Péter, pszichológus vagyok, és a mai beszélgető partnerem Karsai Lajos, lovas ilyesz. Ebben a videóban a mai témánk a férfi kifejlődése, a férfi szerepe, a férfi személyiség és jellemének kialakulása, és hogyan tudunk kiteljesedni ebben a szerepben és az egész életünkben. Karsai Lajos úr a saját birtokán a völgyben fogadott bennünket, csapjunk is bele, menjünk is be hozzá. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ismét, az én nevem Bíró Bence Péter, és vendégünk Karsai Lajos, lovas ilyesz, tanítómester. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt az ön az otthonában fogadott bennünket, és hogy beszélgethetünk, és azt gondolom, hogy nagyon ígéretes témáknak nézünk elébe, már előzetesen beszéltünk pár szót ezekről, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Megtisztelés, köszöntöm a nézőket. Az első témánk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni az egész emberi kiteljesedést és férfi kiteljesedését is, ahhoz nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy az ember nem önmagában való kizárólag, hanem egy nagyobb rendszernek a része, egy nagyobb kontextusnak a része. És akik ezeket a videókat nézik az interneten, nekem a követőimnek a többsége az ilyen 25 és 35 közötti személy. Az ő buborékuk az egészen más, mint ahonnan például ön származik, és szerintem ahhoz, hogy önt is egy picit jobban meg tudjuk érteni, nagyon érdekes lenne azt megnézni, hogy önnek milyen volt a fejlődési kora, a gyermekkorától kezdve iskoláskora, például hogyan nézik a szabad idején, mert nekünk mindig is volt szinte internet, meg telefon. De például mit csinált a szabad idejében, hogyan nézett ki, amikor egyébként milyen volt a családjával való viszony például? Gokárdot gyártottunk, csapágyakat kunyaráltunk különböző gépszerelő műhelyekből, és akkor deszkákat, egyéb anyagokat, tehát mi bütyköltünk, mi csúzlit készítettünk, a cipők nyelvét kivágtuk, abból volt a bőr, kesztyűt vásároltunk, gumikesztyűt, jó tejgumit, amivel a gumit megcsináltuk, orgonafából vágtuk az ágast, tehát íjat készítettünk, nekünk nagyon sok bütykölés volt a gyerekkorunkban, és rengeteg aktív játék. Minimális volt az a fajta a szellemi tevékenység, nevezzük ezt mondjuk annak, ami az internet. Tehát inkább a mozgás volt a nagyobb, bandáztunk, bandaháborúkat vívtunk, lakótelepek csaptak össze egymással. Nagyon aktív volt, tehát inkább a fizikai részt engedt túl, hiszen nem volt televízió sem. Tehát az segítette bennünket. Amikor a televíziózás elindult, akkor hétfőn nem volt adás, tehát ami meg volt, tehát az egy ilyen nagyon szerény választék volt. Nagyjából ezen nőtt föl az én generációm, ezen szocializálottunk. Az én generációm az nagyon-nagyon gyakori példa, hogy mondjuk a szülők rengeteget nyilvánvalóan dolgoznak, az ön generáció biztos, hogy benne hasonlóan sokat dolgoztak, és ön is egy nagyon dolgos ember lett. De hogy ebben például ön miket látott otthonról? Mik voltak az értékek, minták? Mi az, amit otthonról hozott és magával tudott hozni, akár pozitív, akár negatív értelemben? Mindkét nagyapám megjárta a keleti frontot, és mindkét nagyapám élve jött haza. Aztán mindkét nagyapámnak elvették mindenét a kommunizmusba, tehát az egyik poklot túlélték, de a másik sem nagyon kímélte őket, és mégis ezek az emberek megőrizték a tartásukat, amit én felnőtt fejjel gondoltam végig, hogy hát azért én egy életmunkájával itt létrehoztam valamit, és milyen lehetett az érzés, hogy ezektől az emberektől egész egyszerűen elvették. Nagyon a nagyapám, az apai nagyapám nem csak harcolt a világháborúban, hivatásos katona volt, felderítő volt, és ő úgy jött haza, 90 évesen halt meg, de 90 éves koráig ez egy ilyen töretlen ember volt. Nagyon, nagyon nagy értéke volt a munkának és az egyszerűségnek. Hát egyszerűen megtalálni, minimalizálni az életben azokat a dolgokat, aminek egy embernek valóban szüksége van rá,
Ő például nagyon mértéktartó ember volt. Tehát ő borászkodott, azt volt egy saját kis szőlője, kis gyümölcsöse, de borzasztó mértéktartó volt az evésben, juhásban. Római katolikus keresztény, vallásos ember, a vallásosságán keresztül is rengeteg tanítást kaptam, például a templomba, amikor vitt a nagyapám, akkor mutatta az embereket, hogy nézd mindenkinek az arcára, ki van írva, hogy most böjtöl. És azt mondta, hogy ez belül kell hordani, ezt nem kell kirakni ezeket a dolgokat. Ez a vallás és minden, ami a köré, az az embernek egy belső ügye. Tehát tartózkodjunk azoktól az emberektől, akik kipakolják. Gyerekként szívtam ezeket magamba. Viszont valami rosszulét fogott el engem. Lehet, hogy az én előző életemben valami nagy pogányharcos lehettem, de maga a templomi légkör, maga az egyházi légkör, az soha nem tudtam a magaménak érezni. Tehát én nagyon szerettem a nagyapámat, aki mélyen vallásos volt, és templomba járó ember, viszont én állandóan feszélyezve éreztem magam ebbe a légkörbe. Ez egy nagyon érdekes hatás volt, nagyon nehezen magyarázható, hogy ez miért, de hát nagyjából így telt a gyerekkor. Csak összehasonlításként mesélek egy-két ilyen mozzanatot, hogy nekünk mi volt az általános. Ugye nekünk már, én nekem személy szerint például óvodás koromban az volt a normális, hogy mondjuk a barátokkal átmegyünk egymáshoz, és akkor számítógépes játékokkal játszunk. Ez volt az összes szabadidőnk nagyjából, amit rászántunk erre. És aztán pedig talán az aktivitás az mondjuk 7.-8. korom környékén volt, hogy elmentünk néha biciklizni, de igazából nagyon izolált volt már akkor is az, hogy mindenki otthon volt a maga kis világában, otthon egyedül tanult, vagy éppen egyedül dolgozott, és azt gondolom, hogy ez most már igazából azóta csak erősödött, tehát ahogyan még inkább izolálódott, azt gondolom, a társadalmunk, és sokkal kevésbé vannak meg ezek a közösségek, mint amit ön is említett itt. Az utcák tele voltak gyerekkel, a falu széle tele volt gyerekkel, tehát egy falkákba, bandákba voltak a gyerekek, együtt játszottak, az idősebbek tanították a fiatalokat dobni, biciklizni mindenfélére. Hát a biciklizés az általában úgy történt, hogy elloptuk a szüleink bicikliét, és váz alatt tanultunk meg. Tehát nem volt az, hogy kapunk egy gyerekbiciklit, meg bukósisak, meg könnyékvédő, meg minden, hanem váz alatt szépen. Már nagyobbak megfogták, valahogy megálltunk, meglökött, és akkor elindult ez a biciklizés. Nagyon érdekes volt a gyerek-szülő viszony. Nem volt infantilis kapcsolat a gyerek meg a szülő között. Itt érdekes volt itt a Csernus, ahogy feszegette azt a témát, hogy én az apámmal mikor ültem le. Én az én apámmal rendszeresen találkozom és beszélgetünk, de nem egy infantilis kapcsolatban vagyunk. Tehát az én apám az én apám. Az apa az egy státusz, tehát az nem úgy van, hogy gyere apa, üljünk le, hanem ez úgy van, hogy amikor ő azt mondja, hogy üljünk le, akkor leülünk és beszélgetünk. Tehát van egy, ez nem egy távolságtartás, ez nagyon nehéz megfogalmazni, hanem van egy nagyon nagy tisztelet, van egy nagyon nagy szeretet ebben kapcsolatban, és nyilvánvalóan itt az én apám határozza azt meg, hogy meddig megyünk el egy adott témába. Én teljesen nyitott vagyok rá, ő is teljesen nyitott. Minden lényeges dolgot meg tudtunk beszélni az életünkbe, de az én generációm számára a szülő az nem egy infantilis kapcsolat, az nem egy játszópajtás, az nem egy lelki szemetes láda, az nem a haverja, az az apja. És ott amikor mi együtt vagyunk, most legutóbb éppen a fát vágtam nála össze a szőlőbe, akkor mindig megvannak azok a témák, amiket beszélgetünk, vagy most itt volt 87 éves édesapám egyébként, ő is borászkodik. Tehát a valamikori nagyapai birtok darabjából ő vett egy kis szőlőt, és aztán ott még mindig maga készíti a bort.
Tehát nekünk a szülői kapcsolat az egy ilyen szintű kapcsolat volt. Én azt mondom, hogy egy mai ember, vagy talán a mai ember elvárása szerint ezek ilyen távolságtartó, hidegebb kapcsolatok lehettek, mint például, amit már én a lányommal alakítok. Tehát az én lányommal nekem már nyugodtan mondhatom, hogy infantilis a kapcsolatom, én őt játszópajtásomnak élem, én a haveromként akarom kezelni, tehát nagyon érdekes, hogy ez bennem már megvan, de ez bennük nem volt meg például. Tehát én is nagyon sokat változtam ezen a téren, és pontosan azért, hogy ott volt egy távolságtartás, én azt mondtam, hogy majd én egy kicsit másképp fogom ezt csinálni, és itt látok egy ilyen fajta különbséget. Tehát nyilvánvalóan az én apám és a nagyapám között még markánsabban jelent meg ez a fajta státusz, hogy az apa és az anya az egy státusz volt. Tehát ez nem egy haver volt, hanem bizony ez egy nagyon komoly státusz volt. Nagyon érdekesen kezeltek bennünket például a baleseteinket, mi nem mertük elárulni. Tehát az, hogy biciklivel elestem és összetörtem magam, benn volt a megszidás veszélye, hogy hülye gyerek, összetöröd magad, lehet, hogy leverem a térdem, és ezeket a sérüléseket nem mentünk. Ha kint korcsolyáztunk és beszakadtunk a jégbe, akkor kihúztuk egymást, és akkor tüzet raktunk nádból, meg sásból, megszárítkoztunk, mert nem mertünk hazamenni, úgyhogy vizesen és összefagyott. Hát azért ott alsó gatyába ugrálni a jégen, de ez egy természetesebb állapot volt, mint hazamenni szégyen szemre a szülők elé, hogy beszakadt a hülye gyerek a jégbe. Aztán ez a tanári pályán is végigment, tehát bennünket még vertek a tanárok, komoly pofonok csattantak el, viszont én nem láttam indokolatlanságot ebben. Tehát mi ezt úgy éltük meg akkor, hogy a tanárnak vannak elvárásai, ő elmondja azt, hogy nem szabad beszélni az órán, és hogyha beszéltünk, akkor kaptunk egy kokit, egy pofont, ki mekkorát tudott adni, hogy kiesett a padból, de voltak körmösök, és ezeknek a tanároknak is volt egy nagyon magas státusza. Tehát volt egy magas szülői státusz, és volt egy nagyon magas tanári státusz. Tehát az, hogy engem pofonvág a tanár, akkor én azzal nem dicsekedhettem el otthon, mert akkor otthon apámtól kaptam volna a másikat, mert azt ő fő se tételezte, hogy egy tanár engem csak ott püfölget, hogyha odáig elvitt egy tanár, hogy én kapok tőle egy pofont, akkor bizony annak valami nagyon nyomós oka lehet. Volt egy riport egy pedagógussal, egy idős pedagógussal, és azt mondta, hogy én akkor kezdtem a pályát, amikor a pedagógusok még verték a gyerekeket, és akkor hagytam abba, amikor a gyerekek kezdték verni a pedagógusokat. Tehát itt átfordult ez a dolog. Ez volt a pálya. Nyilvánvalóan itt az, hogy épül föl egy szülői viszony, minden a társadalom elvárásainak megfelelően működik. Tehát ez én nem gondolom, hogy a nagyapámnak külön lehetősége volt dönteni abba, hogy hogyan neveli a gyerekeit, az én apámat. Ott volt egy társadalmi konszenzus, hogy ilyen egy apa, ilyen egy anya, ilyen elvárásai vannak a szülőtől, ilyen elvárásai vannak a gyerektől. Például az én generációmat az egész utca nevelte. Tehát az, hogy ha valaki csúnya, ott bárki rászólhatott egy gyerekre. Tehát, hogyha csúnyán beszélt, káromkodott a gyerek, akkor ott egy felnőtt ember, aki elmegy mellette, rászól, vagy nagyon fiatalon a cigarettáztak, oda ment a felnőtt, elszedte tőlük, felfenékben rúgatta őket, és mondta, hogy teljesen ismeretlenül. Tehát egy teljesen ismeretlenül felnőtt, valami olyan viselkedést látott, ami elfogadhatatlan gyerekektől, akkor ő ott szót emelt. Nekünk át kellett adni a helyet, előre kellett köszönni. Tehát rengeteg olyan elvárás volt a társadalom részéről. Tehát voltak társadalmi elvárások.
különbség az is volt, hogy nem gyereknevelés volt, tehát nem gyereket neveltek az én generációmban, hanem fiút neveltek, meg lányt. Tehát ilyen, hogy gyereket nevelek, nem. Vagy fiú, vagy lány, és teljesen más elvárások voltak egy fiúval, teljesen más elvárások voltak egy lányjal. Tehát amikor a gender az egy nagyon fontos és nagyon, nagyon lényeges dolog, szerintem mi ezt nagyon rosszul kezeljük, mert igenis társadalmi szerepek vannak. Tehát én arról a társadalmi szerepről tudok beszélni, amiben én szocializálódtam. És minden egyes kultúra, minden egyes generáció számára van egy szocializációs szakasz. Ez, hogy milyen elvárásai vannak egy férfitől, milyen elvárásai vannak egy nőtől, és hát az én generációm, ugye én 1960-ban születtem, az ezeken az elvárásokon nőtt föl, milyen legyen egy férfi. Hát egy fiú, egy lány az sírhat, egy fiú az nem sírhat, egy fiúnak ellenállónak kell lenni, erősnek kell lenni, kitartónak kell lenni, támaszként kell szolgálnia majd egy nő oldalán, aki, tehát ezek voltak a társadalmi szerepek. Na most itt az ide születő lelkek, azok nagyon nagy szórást mutatnak. A férfiak lehetnek nagyon férfiasak, lehetnek nőiesek. Egy nő lehet férfias, egy nő lehet nagyon nőies, tehát nagyon nagy szórás van. Azért, mert így születik ide. Viszont a társadalom bepofoszta oda, amit ő helyes vonalnak tartott. Tehát az én generációm számára a nem férfias férfiak, azok periférián voltak. Tehát az szerintem az nem kedvezett nekik. Most talán a férfias férfiak vannak periférián. Ezek, még egyszer mondom, ezek ide születő lelkek. Most itt jön egy szocializációs szakasz, a társadalom hoz egy döntést, hogy ez az irány, és általában ugye a bennünket megelőző generációknál potmétert nagyon a szélére tolták. Tehát nagyon a férfi volt az elvárás a háborúk miatt. Az örök harc miatt, az örök küzdelem miatt. A nőnél megint a szélére volt tolva a potméter, mert a nővel szinte az az elvárás volt, nyilvánvalóan a család centruma, és az, hogy ott a gyerekeket ő föl tudja nevelni, világra tudja hozni. És hát a férfinak meg az volt a szerepe, hogy egy ilyen külső védelmi gyűrűt biztosítson. Na most ez átadódott. Ez lehetett látni, ugye, az én nagyszüleim a nagyon klasszikus családmodellben voltak, a szüleim már nem, és én megint egy ilyen tradicionális családmodellben vagyok, de azért vagyok abban, mert egy tradicionális környezetben élek. Tehát én inkább közelebb vagyok a nagyszüleimhez, párkapcsolati szinten, életmódban, mint mondjuk a szüleimhez. Tehát én itt visszaléptem ide, de ennek a mozgató rugója az, hogy egy tradicionális környezetben egy tanyán élek, ahol a következő ember egy kilométerre van. És ezért nekünk itt meg kell oldani mindent. Itt megint beálltak a társadalmi szerepek, az én feleségem a bent, én a kint vagyok. Zsigerileg ez úgy néz ki, hogy kérdezi a feleségem reggel, hogy tudtál aludni? Mondom, persze, hát aludtam mind a tej. Hát aztán a két gyerek, hol az egyik üvöltött, hol a másik, egész éjszaka. Itt vagyunk, tehát ez egy ekkora ház vagyunk, egy légtérben vagyunk, egymás mellett vagyunk. Én alszom, mint a tej. Tehát a gyerek sírásra én nem ébredek föl. Miért? Mert ez a feleségem dolga. Biztos, hogy hallom. Következő, drágám, tudtál aludni? Hát persze, hogy tudtam. Miért? Mi volt? Egész éjszaka ugattak a kutyák. Megölte a kutya, a róka bejött, a libákat meg akarta ölni, de a kutyák elkapták a rókát, kiterítették, de hát háromszor voltam lenne éjszaka, hogy most mi van itt, betörés van, rókatámadás van, ő aludt mind a tej, mert tudja, hogy ami kívül van, az az én felelősségem. És amikor ilyen zsigeri szintek vannak, tehát amikor fölépül egy társadalom, beállnak ezek a nemi szerepek,
és ezek működnek, akkor zsigeri szinten nagyjából így néz ki ez a dolog. Mert beszélgethetünk mi arról, de amikor én nem ébredek föl a gyereksírásra, ez azt jelenti, hogy én teljes biztonságban vagyok emiatt. És hogy a feleségem nem ébred föl a kutyaugatás, ez azt jelenti, hogy teljesen biztonságban van emiatt. Vagyis mi ezeket a dolgokat felosztottuk. Tehát itt a férfiak és a nők mindig nagy szórást mutattak, a társadalom bepofoszta abban a struktúrába az ide születő lelket, ami neki elvárása volt ezzel kapcsolatban, és ezek így alakultak ki, hogy hogy néz ki egy ember, amikor nem csinálnak vele semmit, azt nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen lesz önmagában. Most szerintem egy ilyen társadalmi kísérlet folyik, hogy még a nemét se határozzuk meg. Tehát nem, hogy adjunk neki egy irányultságot. De hát ez az én generációm számára ez nem ez volt. Tehát én még az vagyok, aki megfelelő minták voltak, és elvárások voltak ezekkel a mintákkal szemben. Nyilvánvalóan 18-20 évesen elvittek bennünket katonának, másfél-két évre, az egy teljes kiszolgáltatottság volt, tehát ott egy 18-20 éves fiatalember megélte a teljes kiszolgáltatottságot, mert nagyjából azt csináltak vele, amit akartak. Tehát bekerül egy közösségbe, mindig kérdeztük az időseket, akik voltak katonák, hogy milyen, hogy mire számíthatunk. Azt mondták, azt nem lehet elmondani, és ezt tényleg nem lehet elmondani. Ezt nem tudom elmondani, hogy ez milyen volt. Nem lehet elmesélni, ezt valahogy mindenki megélte, de teljes kiszolgáltatottság állapotába kerültünk. És ez megint adott egy tartást. Tehát ott voltak ilyen mama kedvencei, akik finnyásak voltak, azok ott éheztek. Mert az ételek olyanok voltak, amilyenek voltak. Volt, akinek még nem volt bakkancs a lábán, annak föltörte a lábát a bakkancs. Tehát voltak, akik szenvedtek ettől a dologtól, én nem tartottam ezek közé. Addigra én már munkásszállást mindent megjártam az életemben, nekem ezzel nem volt semmi problémám. Érdekes volt abból a szempontból, hogy akik fiatal katonaként a legjobban visítottak a megpróbáltatások miatt, azok lettek a legaljasabbak öreg katonaként. Ugyanis a bekerülő újoncot, a kopaszt, azzal gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak. Nem csak a tisztek, hanem általában az idősebb katonák. És akik ezt a legnehezebben viselték, azok éltek a legjobban vissza vele, amikor bekerültek abba a helyzetbe. Nagyon, nagyon érdekes tapasztalatokat szedtünk mi ott össze, de gondoljon abba bele, hogy egy generációval, tehát ezt megcsinálják mindenkivel. Ez nem úgy van, hogy van, akit elvittek, mindenkit elvittek. A társadalmi rétegek össze voltak zárva. Tehát a legszegényebb cigányputriból jövő cigány az orvos gyerekével együtt katona. Tehát össze vannak zárva, egy közösséget alkotnak a társadalom legszélesebb rétegei. Tehát ezek olyan tapasztalatok voltak, amik nélkül szegényebb lennék, azt mondom. Tehát én nem mondom azt, hogy vigyenek el katonának mindenkit, de a mi generációnk számára ezek a tapasztalatok, ezek nagyon sokat jelentettek. De most azt nagyon szeretném, hogyha a hallgatók nem kevernék össze semmiféle nosztalgiázással, és nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy micsoda szép idők voltak azok ezekkel szemben, hanem egész egyszerűen szeretném ezt tárgyszerűen elmondani, hogy ez így nézett ki. Mert én látom a különböző kultúrák közti különbségeket, és látom azt, hogy bizony, ezek társadalmi szerepek, tehát ha tetszik, ha nem. Nem úgy születünk ide, ahogy ezt a társadalom elvárja, hanem úgy nevelnek bennünket, hogy mi már itt vagyunk, szülők, és akkor megpróbálom a saját gyerekemet fölkészíteni azokra a kihívásokra, amik itt érik, egyre nehezebb dolog ez. De az én szüleimnek egyszerű dolga volt ezzel, tudták, hogy mi a menete, hogy egy férfi ma ebből a gyerekből majd katona lesz, aztán majd megnősül, aztán ezt a családot neki el kell tartani. Tehát nem voltak különösebb kérdőjelek. Most nagyon szélesre nyitott az olló, amiről én azt gondolom, hogy jól van ez így, tehát egy nagyobb kiteljesedés, viszont hát ennek megvannak a nagyon kemény kihívásai. Tehát létrejönnek ezek a mama hotelek, nincsenek igazából
szétválasztva ezek a nemi szerepek, nem jelennek meg ilyen markánsan, hagyják, hogy kialakuljon ez a dolog, amiről azt gondolom, hogy magától nem alakul ki. Nagyon sok minden elhangzott, ami érdekes, és mindegyikre nagyon szívesen visszacsatolnék. Amit nekem nagyon megmaradt ebből még ezeken kívül, amiket most elhangzottak, hogy ebben a korban, amikor ön fiatal volt, akkor nagyon hamar meg kellett edződni, önállóvá kellett válni, és egyfajta ilyen belső erős pajzsot kellett kialakítani. Az ember nem lehetett nagyon-nagyon érzékeny ezekre a külső hatásokra, hogy most éppen valami van, mert hogyha az ember beszakad a jégen, akkor lehet, hogy utána még meg is verik utána. Tehát ezek után természetesen az ember akkor azt mondja, hogy na hát akkor ezeket nem annyira mutatom ki. Ami ebben egy ilyen általánosság lehet, hogy ma azt mondják a pszichológusok, hogy ahhoz, hogy az emberből egy igazából kiteljesedett személy legyen, fontos, hogy meg tudja érni azt a fajta érzelmi támogatást is. Nem azt mondom, hogy az embernek mama kedvencének kell lenni, de hogy az összességében ez is egy fontos érzelmi szükséglet lehet. Ön ezt egyébként hogy látja ebből a perspektívából? Igen, csak a valódi szeretet meg a majom szeretet között óriási különbség van, és én attól félek, hogy ebbe csúszunk bele. Tehát az hogy a szüleink mennyire szerettek bennünket, tehát ez kérdésként nem merülhet föl, csak másképp. Érti? És persze. Talán, nem tudom, látszik-e itt a kamerák keresztüzélve a 3 éves kincső. Majd ők be fognak jönni, és lehet, hogy ez egy kicsit zajjal jár, de fogadják ezt el, most itt vannak egy családi környezetben. Amit én látok az állatvilágban, az, hogy minden szülő az életét adja a kölykéért, a fiókájáért. Tehát ez egy, de oda dobja az életét. Tehát számtalanszor voltam tanúja ilyen jeleneteknek, hiszen itt rókák vannak, rókakölykök vannak, kutya, mindenféle állat van, és itt egy élet-halálharc folyik. De minden szülő, még egy tyúk is az életét kockáztatja a tojásaiért, vagy egy liba. Elképesztő, hogy egy liba védelmezve a kicsinyeit, még a rókának is neki tud menni esélytelen. Nincs gondolkodás. Mindaddig, amíg felnőtté nem válik. És utána teljes a közöny. Tehát ez az életemet adom az utódomért, ez egyik pillanatról a másikra megszűnik, és ez egy közönnyé alakul át. Most ez az embernél nincs így, annyira nincs így, hogy ez az elvállás is gyakorlatilag nagyon kitolódott, tehát itt most már vannak 30 éves fiatalok, akik gyakorlatilag nem szakadtak le a szülőtől, papa, mama van, öltöztetgetik, etetgetik őket, tehát vannak ezek a mama hotelek. Na most nálunk, ugye nálunk ott a katonaság az egy vízválasztó volt, mert a katonaság után jött a nősülés, és a nősülés után jött a gyerek. Én a katonaság előtt nősültem, hát én 21 éves, megelőzően 21 éves koromat én már megnősültem, és engem későn vittek el katonának 21 évesen, de én akkor már nős voltam. És amikor én leszereltem a katonaságtól, akkor mindjárt jött a gyerek. De ez egy természetes dolog volt. Tehát egy 22 éves fiatalember az egy katonaviselt családapa volt már. Tehát egy csomó dolgon túl volt az életben. A társadalom megfelelően bepüfölte már abba a keretrendszerbe, amit ő elképzelt magának, és akkor itt folytatta az életét. Nekem például elváltak a szüleim, édesanyám nevelt fel. Nem nagyon volt előttem férfi minta, és ugye volt az izoláció is, hogy akkor én otthon vagyok egyedül a számítógépemmel, meg nyilván valamennyit az iskolában eltöltök időt. Meg otthon egyedül tanulok utána. Édesapám hál' Istennek él, csak hát dolgozott, nagyon sokat nem volt ott. És óvodáskoromban is óvónők nők voltak, tanárok nők voltak végig. Középiskolában is többsége volt az osztályomnak nőből állt,
tehát 50 voltunk fiúk, 35 lányra jutóval, és az egyetemen pedig mondjuk 250 lány és mondjuk 20 fiú. Ami egyébként azt gondolná az ember, hogy hát ez milyen fantasztikus a fiúknak, de azért ennek megvan az egészséges egyensúly, és ami mondjuk így hiányzott. Az én koromban már az megvolt, hogy azokat, ami ilyen férfias értéknek számított korábban régen, hogy az ember mondjuk kiáll magáért, vagy hogy van benne egy egészséges agresszió, például ezeket mind-mind nagyon keményen büntették. Tehát ezeket, hogy ne versengél a többiekkel, add át a helyedet, vagy akár az, hogy ne legyél erőszakos, ne magaddal foglalkozzál. Ezek olyan dolgok, amik egyébként egy egészséges része szerintem az emberi életnek, hogy ne verekedj. A verekedés ezt nagyon szigorúan büntették. Ezeket az ilyen fiúsabb időtöltéseket, és akkor önmagában a fiúkra, és nagyon sokszor mondtak ilyen rossz dolgokat, hogy igazából a lányok nyugodtan verhetik a fiúkat, azzal semmi gond nincsen, csak a fiúk nem szabad, hogy visszaüssenek. A nők bármit megcsinálhatnak, de a fiúkat nem szabad igazából, tehát a fiúknak nem szabad semmit sem tenni. És jön erre rá ez a mostani toxikus maszkulinitás kultúra, ami azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok férfinak, akinek nem is volt nagyon mintája, nem is látott mit, kap egy ellentétes elvárást, hogy akkor most valamilyen szempontból meg kéne feleljek a férfiképnek, tehát nekem valahogy férfinek kéne lennem, de közben nem engedhetem meg magamnak azt, hogy olyan legyek, amilyen vagyok, és közben mondjuk azt is elvárják, hogy magabiztos legyek, meg azt is, hogy akkor ne legyek nagyképű, és ilyen, tehát én nagyon-nagyon sokféle. Egyik hölgy azt várja, hogy akkor legyek határozott és kezdeményezzek, a másik oldalon meg azt várják el, hogyha én határozott vagyok, akkor ezáltal már rögtön egy zaklatóvá megyek át, mert hogyha valakire 3 másodpercnél tovább ránézek, akkor az már zaklatásnak minősül bizonyos ilyen szociális körökben. Tehát én nagyon-nagyon sok ilyen bizonytalanság van ebben, és ebben én azt látom egyfajta fejlődés iránynak, meg az is a tapasztalatom, hogyha az ember időt tölt el más férfiakkal. Hogyha más nem is, hogy nem volt ott mondjuk az édesapa, de legalább a közösségben, akár mondjuk egy lovasi eszközösség, vagy bárhol máshol, egymástól is tudunk tanulni, meg egymástól is időt töltve tudunk inspirálódni és beépíteni a mintaelemeket, amiket otthonra nem tudtunk megkapni. Ezt hogy látja? Mi rengeteget öltünk. Békákat csúzlisztunk, verebeket csúzlisztunk, galambokat csúzlisztunk, fácánt lőttünk csúzlival. Tehát kitömtük a zsebeinket megfelelő kavicssal, és kimentünk, és annyi békát lőttünk le, amennyit csak tudtunk. És visszagondolva erre, ez valami borzasztó kegyetlen dolog volt, de semmi kegyetlenséget nem éreztünk benne. Mindig volt egy olyan érzés, hogy mi most vadászok vagyunk, mi vagyunk a vadászok, mi elejtjük a vadat, mert bennünket most ez a vadászat arra készít föl, hogy mi a jéghátán is vadászatból meg tudjunk élni. Tehát nem a gyilkolás, mint fogalom, az itt nem merült föl. Ott egész egyszerűen mi a vadásznak készültünk akkor. Tehát valami nagyon archaikus, lényünk archaikus része jelent meg, hogy mentünk a csúzival és lelőttük. Borzalmas felnőtt fejjel ezekre a dolgokra visszagondolni. Hogy mennyi békát lőttem én nagyon csúzival. És hogy a verebet lelőttük a fáról. És nem, hogy nem volt bennünk szánalom ezek iránt, az állatok iránt, hanem ezek bizony vadász cselekmények voltak. És egész egyszerűen az életemben jött egy olyan pillanat, amit már egyszer elmeséltem a Lovasiás című filmben, hogy munkásszállón laktunk, mindig éhesek voltunk, és volt egy halastó, aminek a túloldala tele volt vadkacsával. És elloptuk a halász csónakját, és ilyen husángokkal eveztünk. Akkor én már olyan 15-16 éves lehettem. És azokkal a husángokkal, amikkel eveztünk, azokkal kiugrottunk a csónakból, és elkezdtük csapkodni ezeket a vadkacsákat. És egy mészárlást hajtottunk végre ott a parton, ugyanis ezek vadkacsák voltak ugyan, de szelidek. És igyekeztünk annyit agyon csapni, amennyit csak lehet, mert azokat majd megsütjük, és megesszük, és az volt az a pillanat, amikor szembesültem ezzel a brutalitással, hogy mit csinálok én itt gyakorlatilag. Hogy ott volt egyfajta olyan öntudatra ébredés, és egy olyan fordulat a személyiségem fejlődésében, ezt talán 16 éves lehettem, hogy attól kezdve soha többet ilyet nem csináltam. Tehát volt egy folyamat, mi például egymást lőttük csúzlival. Tehát mi úgy harcoltunk, hogy ilyen nádba szögeket csinál, és
és nem is, nekünk nagyon durva játékaink voltak. Hát a tizemeletes építették Kaposváron, én ott nőttem föl, és a léva köziek elfoglalták a tizemeletest, ők fölmásztak a tizedik emeletre, ez egy ilyen épülő épület volt, és a tizedik emeletről B30-as téglákkal dobáltak, ekkora blokktéglákkal dobáltak bennünket, mi meg ilyen kukatető pajzsokkal vettük be a várat, mindegy, hogy fogom azt a kukatetőt, vagy nem, hogyha az a B30-as tégla ott rámesik, akkor ripityára tör. Tehát bele se gondoltunk, hogy mit csináljunk, állandóan ilyen játékok voltak, és valahogy túléltük ezt az egészet, kiéltünk valamit magunkból. Tudtuk azt, hogyha valakit már fenékkel lőttek csúzlival, hogy az mennyire fáj. És azért úgy amikor rálőtt egy másikra, tehát akkor ott ki tudtak alakulni, a rengeteg verekedésből ki tudott alakulni egyfajta empátia, mert rengeteget de nem a bennünk nem volt agresszió. Érti ezt? Tehát bennem semmilyen agresszió nem volt. Eszembe se jutott, hogy én egy agresszív vagyok, mert ott lövöm a békákat, vagy banda háborúkat vívunk, mert nem bírunk az agresszió. Nem. Mi ott harcosok voltunk, harcoltunk, és a nagy szünetbe átmentünk, mi voltunk az ások, a B-osztályba, és átvittük a meghívást a háborúra, hogy akkor délután 4 óra, akkor föláll a két hadsereg, és akkor egymásnak ütközünk azokkal a fegyverekkel, amiket mi készítettünk. Mi ezt semmit nem éltünk meg agresszivitásnak ebből. Tehát biztos, hogy kívülről nézve, hát itt lövi a békákat, vereveket, mindent, tehát ez valami agresszív állat. A belső megélés ez nem ez volt. A belső megélés ez egy archaikus lénynek az újraélése volt, ami talán a vadász, a férfia, nem tudom micsoda, és ugyanezek voltak a verekedésekkel. Tehát én nem voltam egy agresszív ember, de rengeteget verekedtünk, mert fölállt a két banda, és akkor ütöttük, vágtuk egymást ilyen lapos vasakból készített kardokkal, és úgy megtanultuk a fájdalmat. De nem találkoztam agresszív gyerekkel, érti? Tehát nem volt olyan gyerek, aki ebbe azért lelte volna az örömét, mert ő most tetszett volna, hogy ott megöl egy békát, vagy úgy fejbe verte a dobálóztunk, két kőrakás volt, a csapat egyik fele az egyik, a másik fele, és a támadónak, annak volt egy ritmusa. Az volt a ritmusa, hogy lehajol egy kőér, fölveszi és eldobja. Lehajol egy kőér, és mindig amikor lehajolt, akkor eldölt. És ez egy kiszámítható dolog volt, és amikor lehajolt, eldobtam a követ, és amikor följött, akkor homlokon dobtam, úgyhogy elájult. Tehát gyakorlatilag eszméletvesztés volt egy nagy buba fején, és akkor gyakorlatilag azt a csatát mi nyertük meg, vagy általában, akik lehívták, valaki lehívta a bátyját, és akkor az egy 4-5 évvel idősebb valaki ezt eldöntötte. Eszünkbe nem jutott az, hogy agresszivitás legyen. Ezek ilyen a jóisten tudja, hogy milyen arrahikus formáknak a megélései voltak ezek az összecsapások, de mi meg tudtuk élni lényünk arhaikus részét ezáltal, és ettől mi nem voltunk agresszívek. Érti ezt? Tehát ez valahogy ez fordítva működik. Hát nézze, ebben a társadalomban mi élünk, ezek elképzelhetetlenek, amiket mi csináltunk. Elképzelhetetlenek. Hát nem is mesélek, mert itt messzire vinne. Ezek gyerekjátékok voltak, amik mi halál komolyan éltünk, ezeket a csatákat, az ostromokat, mi fölépítettük a kis hadseregünket, fölfegyvereztük, és egymásnak estünk a csúzliainkkal, meg a nyilainkkal. Valamit ott megéltünk ebből a dologból, valamit megértettünk talán a világból, és valahogy nagyon szépen ez lezárult. Tehát bennem ez így, abban a pillanatban, ott szűnt meg, és ott volt az az érzés, ott eszméltem rá, hogy én értem, hogy ez a vadászat meg minden, de mennyi fájdalmat okozok ezáltal. Tehát megjelent az érzés, attól a pillanattól kezdve megszűnt. Hogy éli meg az a fiatal, aki számítógépen öl?
és soha nem lő, tehát az a fiatal, akit csúzlival soha nem lőnek fenékbe, viszont nem tudom hány ezer áldozatot tud szedni ezekkel a számítógépes játékokkal. Mi tudtuk, mi a fájdalom, tehát tudtuk, milyen az, mikor valakinek betörik a feje. Nem sok sérülés volt, képzelje. Most ezek a csaták, amiket én itt elmondtam, hát volt egy ilyen kéztörés, de súlyos sérülés nem volt. Nem volt maradandó károsodás ebből a gyerekkorból, amit én végig. Lehet, hogy aztán nyilvánvalóan országos szinten igen, de én a saját környezetemben, hát úgy másztunk föl az épülő tizemeletes tetejére, hogy nem, ugye a liftaknán keresztül egy padlót támasztottunk, és ott volt tizemelet mélység, és ott másztunk föl. Hát a szüleink azok nem is tudták, hogy mi merre járunk. Azok dolgoztak, és aztán este találkoztak velünk, mi meg addig vívtuk a csatáinkat. Nem nagyon tudott volna lekötni valami olyan, tehát a mi gyerekkorunkban a hazamenni volt azért, hogy nem mentünk haza. Sötétedéskor, vagy meg volt határozva, hogy hány órakor, még ott a szülők azért veszekedtek a gyerekekkel, hogy hol vannak, mert mindenki kint volt az utcán. Most azt látom, hogy üresek a falvak, üresek a városok, és az emberek bent vannak és bent ülnek. Tehát ez egy nagyon nagy fordulat volt. Nekem vannak kérdőjelek ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nem tudom azt, hogy a személyiség valódi fejlődésében mi a hasznos és mi a jó, de én úgy érzem, hogy én ki tudtam élni lényem egy arhaikus részét, meg tudtam élni magam gyereknek, romboló, tékozló, annak ami, majd öntudatra ébredtem, jött az a korszak, ami ezt az egészet fölülírta, és gyönyörű szépen beépült a személyiségembe, és van egy egészséges, nem okozok fájdalmat, nem okozok szembezést, létrejön egy ilyen dolog. Nem tudom, hogy ki tud-e alakulni normálisan, ha folyamatosan gátat vetünk ennek. Ez bennem egy kérdőjel. Ezt nem tudom. Tehát nagyon nagy az ára mindegyiknek. Igen, nekem az az állításom, hogyha ez nincs így kijelve, hogy önnek is ez megtörténhetett és megvalósulhatott, akkor ez felnőtt korban nagyon sok ilyen mentális nehézséget fog okozni. Akár az emberi kapcsolatokban, akár az önértékelésben, akár a mentális jólétben, hogyha ez a düh, akár ez a, amit most úgy nevezünk, hogy ez nem agresszió, hanem mondjuk egy arhaikus harcosság. Hogyha ez nincsen a legapróbb mértékig sem levezetve, kicsatornázva egy férfiból, és ez nem az ő személyiségének a része, akkor ez ugye háttérbe szor az ő árnyékába, és el lesz folytva az ő tudattalanjába, amit őt valahogy így vagy úgy korlátozni fogja. Nagyon sokszor ez a férfinői kapcsolatokban fog kijönni, hogy nem érzi magát férfinek, amikor a nő sem fogja férfinek tekinteni, mert ugye ugyanazok az energiák azok, amik a harcos energiához kellenek, mint mondjuk ahhoz, hogy valaki határozottnak tudjon tűnni mondjuk egy ilyen társas helyzetben. Ha pedig valaki ezt eljátsza, akkor ez érezhető rajta. Igen. Tudja, nem tudunk mit kezdeni ezekkel a szavakkal, hogy férfi. Tehát nem tudunk mit kezdeni, mert ez mindig egy társadalom függvénye. Tehát itt önmagában ezeknek a dolgoknak semmilyen jelentése nincs. Itt minden azon múlott, hogy a társadalomnak milyen elvárása van a férfival és a nővel szemben. Tehát az, hogy most itt férfi ideákat keresnek, hát az én férfi ideámmal mi a francot tud kezdeni 2021-ben, most már 22 van, bárki. Érti ezt? Tehát én nem tudom, én el tudom mondani azt, hogy én hogyan nőttem föl, hogy milyen társadalmi elvárások voltak, és milyen társadalmi szerepeket bekényszerítettek bele. Hát mondhatom azt, igen. Tehát lehet, hogy én egy másik korba születek, egy másfajta vallási, politikai berendezkedésben nyilván egészen más vagyok. Tehát ezt látjuk a világon. De mit tudok én ebből átadni ide? Érti? Én azt gondolom, hogy rengeteget egyébként. De nem, azért nem, mert nem. Tehát, hogy ez már egy nagyon más világ. Tehát ezek pont ezért egyébként. Hát pont ezért, mert az én generációmnak az, hogyha mondjuk megzavarja az édesanyját, miközben az nem akarja, hogy megzavarja, hanem túl hangos volt esetleg otthon, már azért az vagy büntetés, és nem szabad zavarni másokat.
És ehhez képest az, hogy én egyébként azt is megtehetem, hogy akkor mi mondjuk vasakkal verekedünk, azért nagyon-nagyon kitágítja azt, hogy egyébként mi számít mondjuk rosszaságnak, vagy mi az, ami már nem fér bele. Tehát önmagában ezek a példák is szerintem olyanok, hogy egyébként így is lehet élni. Ez semmi nem fér bele. Tehát ez nehogy azt higgye, hogy a szülők biztattak bennünket, hogy menjetek, azt lövöldözzétek egymás súzlival. Hát dehogy, ebből semmi nem fér bele. Ez mind úgy ment, hogy mi ezeket a dolgokat a szülőktől, a felnőttektől teljesen távol csináltuk. De tudom, hogy az én apám is így nőtt föl, mert rengeteget mesélt. De ez nem azt jelentette, hogy az én anyám, na, fiam, föl tudtál menni a 10. emeletre a liftaknán keresztül? Tehát dehogy is, hát ezek megtudták volna, hogy mi mind megyünk ott keresztül, szerintem frászt kaptak volna. De volt a gyerekeknek egy valami fajta önálló élete, nyilván van a szülőnek teljesen más elvárása volt. Voltak nagyon megnyomorított gyerekek, akik számára ezt nem tették lehetővé. Azok a ruháját nem koszolhatta össze, meg nem tudom micsoda, azok nem igazán tudtak felnőtté válni. Tehát minden játékára, biztos, hogy a jó szándék volt, és voltak olyan családok, akik ilyen nagyon pedantériák voltak, és a Józsikával az volt az elvárás, az ő játékai mindig ilyen szépek, meg ezért, mi szétszedtünk mindent. Hát az addig volt érdekes, de jó, autó megy, de mitől? Hát miért megy ez? Hát ezt szét kell szedni. Nem kalapáccsal vertük szét, hanem megnéztük, hogy mindent szedjünk szét, nézzünk bele, és akkor abból ki tudott alakulni. Tehát a farmer nadrágot koptatták a Balatonba állva téglával. Az volt a koptatott farmer, a hippik. Bementek a Balatonba, a térdig érő vízbe, fogtak egy téglát, és koptatták. Egy koptatott farmerba abban munka volt. Hát ma bemegy és vesz egy koptatott farmer. Most bemegy és vesz egy olyan farmert, ami el van szakadva. Érti? Tehát, hogy mi nem tudtuk megvenni, a mi játékaink, azok nem voltak megvásárolhatóak. Nekem nem igazán volt megvásárolható játékom, mert ami fontos volt, az a csúzli, meg a nyíl, meg ezek, azokat mindent én csináltam. Mert én mindig ezen törtem a fejem, ezen a háborús diát nyilvánvalóan azért lettem az, aki vagyok, de ez teljesen általános volt. Tehát a fiú gyerekek mindegyiket csúzlizott, nyilazott. Tehát ez egy, nem is volt olyan, aki ne csinálta volna ezeket. Ami talán a radikális változás az, hogy amióta ember él a Földön, azóta folyamatos változásban van minden. Minden változik. Változnak a társadalmi berendezkedések, az ideológiák, a vallások, minden. Csak nagyon lassan változott az arhaikus ember számára. Tehát Mózes és Jézus között 1700 év telik el, és rezzenéstelen a zsidó kultúra, mert pontosan dokumentál van. Az étkezésük, az öltözködésük, a szokásaik, a jogrendjük szinte alig mozdul van 1700 év. Egyiptom több ezer évet ölel át, úgyhogy alig történt valami. Most azért nehéz az emberi léleknek, mert ugye itt ül egy 20 éves ember, itt egy 60 éves ember ül, és gyakorlatilag olyan mértékű az eltérés a két élet között, hogy alig lehet összevetni, összehasonlítani ezt a dolgot. Hát régen nem volt, hát a generációk között semmilyen különbség nem volt. Ez a mai ember számára ez jelenti a nehézséget. Feltehetően magasabb intelligencia kellene ennek a dolognak a kezeléséhez, amivel mi rendelkezünk. És hogyha párkapcsolatról van szó, akkor én két dolgot látok a párkapcsolatban, a szerelmet és az együttműködést. Én ennyit látok. A szerelmet és az együttműködést. Bármelyik hiányzik ebből a dologból, nem fog hosszú távon működni. Ha nincs szerelem, akkor ugye, mert hogy vannak a keleti társadalmak? A keleti társadalmakban gyakorlatilag a szülők eldöntik azt, hogy ki tehát meghatározzák a házastársakat, és ott az egy óriási várakozás lehet a fiatalok számára, hogy ők egy együttműködésből indulnak, de vajon a szerelem kialakul-e? Hogy vajon az akit a szüleim számára, vajon meg tudom-e élni azt az érzést, amit tudom, hogy van ilyen, hogy szerelem. Na most mi van a nyugati társadalom? Van a szerelem,
de vajon a szerelmen keresztül el tudok-e jutni az együttműködésig? Az együttműködés, ami azt jelenti, hogy egy férfi és nő összeköti az életét, vagy egy bármilyen párkapcsolatról van szó. Két ember összeköti az életét, két ember közt, akik közt szerelem van, képes-e együttműködni. És szerintem ezek mindennek az alapjai. Most, hogyha párkapcsolatot nézek, most az, hogy én mit gondolok, az én generációm mit tart férfiasnak, és a mostani 20 évesek mit tartanak férfiasnak, szerintem ez óriási különbség. A lényeg az, hogy ön képes-e harmonikus életet élni. Mindennek ez az alapja, hogy én ugye elmondtam azt, hogy én egy tradicionális környezetben élek, ezért egy tradicionális párkapcsolatban élek. Van a kint, meg a bent. Itt le vannak osztva a szerepek, a nagyszüleim életét tudjuk itt élni. De ha beköltöznék a faluba, ez már borulna. Ha bemennék a városba, ez már egy élhetetlen struktúra lenne, vagyis meg kell találnia mindenkinek azt a struktúrát, amiben le tudja élni az életét. De egy dologban biztos vagyok párkapcsolat szinten. Ha a szerelem hiányzik, ha az együttműködés hiányzik, az egy nyögvenyelős történet lesz. És ezzel kapcsolatban szerintem tegyünk itt egy kis kitérőt, mert itt látjuk, hogy itt a libák össze-vissza repülnek, és minden állat, ami itt van a völgyben, engem mindegyik állat képvisel valamit, és mindegyik állat engem megtanított valami olyan dologra, amit szerintem emberektől nem tudtam volna megtanulni. De egy dolgot most a libákról. Amikor idejöttek a libák, ezek háziasított libák voltak, és azok a libák, amik a parton éjszakáztak, azokat a ragadozó elvitte éjszaka. És akkor ők bementek a szigetre. Aztán, amikor befagyott a tó, akkor a ragadozó bement a jégen, és megölte őket. Akkor bementek a tó közepére, és rugdalták a vizet egész éjszaka, hogy ne fagyjon be, és a ragadozó nem tud bemenni. Ez egy logikus folyamat, igen ám, de ez nem egy tanulási folyamat. Érti? Tehát ezt ők nem tanulták ezt a dolgot, hanem egy olyan tudás aktivizálódott, amit a stressz váltott ki. Hát ezt ők tudták. De ahhoz kellett a róka, aki megölte, és ott valami kinyílt, egy fájl, és bement a szigetre. Tehát ez nem úgy volt, hogy ide megyek oda, hát most itt megevett a parton. Hát akkor fölmegyek a dombtetőre, talán ott nem eszik meg. Itt evett meg a róka bennünket. Akkor elmegyek a ház sarkához, talán majd ott nem. Tehát a kísérletezésnek számtalan módja lenne, hogyha ezt mi logikusan építenénk föl, de nem. Ők bementek a szigetre. Érti ezt? Nem egy tanulási folyamat eredményeként mentek a szigetre, hogy a ház sarkánál megevett meg. Hát már nem maradt más, mint a sziget, azt még nem próbáltuk, bemenjünk oda. Nem. Megölte őket, bementek. Neveltem föl kis kacsákat, akik elpusztultak volna, és ezeket a fiókákat elhagyta az anyjuk. Nem tudták követni a libákat, kacsákat, mert ezek itt egy ilyen százas tömegben vannak. És akkor behoztam őket, és szépen fölneveltem őket, és felnőttként kivittem őket. Igen ám, de ezek egy csapat voltak, ezek hárman, ezek nem mentek be a szigetre. Ezek nem tudták, hogy a szigetre kell menni, látták, hogy ott vannak a többiek. Első éjszaka megölt egyet a ragadozó. Második éjszaka megölt még egyet a ragadozó, és ez az egyedül életben maradt, ez miután már megölték a társait, ez becsatlakozott a többihez, és ezért maradt életbe. Hát itt gyakorlatilag mi hozunk, tehát ezek a libák mutatták meg nekem azt, hogy én hozott anyaggal rendelkezem. És a saját életemen azt láttam, hogy jött egy élethelyzet, és ott kinyílt egy fáj. És ebben az élethelyzetben nekem volt mire támaszkodnom. És aztán megint jött egy élethelyzet, ez megint aktivizált egy mondhatom azt, hogy egy képességet, tehát most egy ami bennünket neurotikussá tesz, az a változás sebessége. Ezt nem tudjuk kezelni. Azért nem tudok én, hát nekem nagyon egyszerű tanácsot adtak a nagyszüleim, érti? Hát ugyanazt az életet éltem. Apámat is elvitték katonának, nagyapámat is elvitték katonának, mindenki ugyanazon ment végig. Tehát nálam gyakorlatilag még ment a rendszer, hát ők föl tudtak készíteni, tudtak okos dolgokat mondani, hogy hogyan kell ezt az egészet csinálni. Én nem tudok önnek ilyet mondani.
Érti? Önök egyedül vannak. Azért vannak egyedül, mert bármilyen okos dolgot mondanék, holnap az már nem lenne érvényes. És itt a neurózisnak szerintem ez az alapja alapvetően az önök életében, hogy annyira improvizálni kell, és annyira meg kell találni a mostban, egy sokkal magasabb intelligencia kell, és az, hogy önök generációja bemenekül a virtuális térbe, szerintem az egy menekülési út. De ez egy nagyon komoly probléma. Tehát az, hogy van egy menekülési útvonal, és akik ezt a világot létrehozzák, azok tudják, és egyre rafináltabb világok jönnek létre. Azt gondolom, hogy az első lépés az őszinte helyzetleírás, az mindig, és ez most megtörténik, azt gondolom, ebben a helyzetben is. Tehát amikor már kimondjuk azt, hogy nincsenek ilyen varázsformulák mindenkinek, az már egy alap, amire lehet támaszkodni, ahelyett, hogyha valaki azt gondolná, hogy oké, akkor sűr elmondta azt, hogy nekem mondjuk természetbe kell élnem, libákat kell tartanom, és tradicionális kapcsolatban kellene, ez a három kulcs, nekem ezt kell csinálni, és csinálom, de mégsem érzem magam ebben jól. És ahelyett, hogy ezt mondjuk mindenki magáival akarná tenni ezt a három tippet, mindenki az önismeretén keresztül egy ilyen belső harmóniával, külső harmóniával fejlődik talán. Igen, csak ez az önismeret is tudja, mi nem fordítottunk erre hangsúlyt. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy megtalálom a helyem, keresem a helyem a világban, még nem tudom micsoda. Szóval nem volt ilyen. Jött a katonaság, jött a házasság, jött a gyerek, és valahogy fönn kellett tartani a családot. És az volt a fókuszban, hogy pénzt kell keressek. És valahogy meg kell, hogy éljünk. És aztán úgy szépen lassan alakulnak ki azok a dolgok, amik a munkán keresztül jönnek. Tehát ez nem egy köldöknézésből jön létre, nem motivációs trénerek hatására. De nézze, én egy tradicionális harci művészeti iskolát vezetek. Ez egy külön fejezet lehetne. Ami azt jelenti, hogy én mindent megteszek a tanítványért, de én motiválni nem fogom. Érti? Tehát én egy dolgot biztos nem fogok vele motiválni. Mert ha ember az emberben nincs motiváció, akkor mit keres itt? Érti ezt? Tehát az, hogy embereket motiválni, tehát hogy nem, értelmezhetetlen számomra. Hogy ha ön lovasiász akar lenni, akkor én tudom, hogy mit kell önnel csinálni. De arra ambicionálni önt, hogy lovasiász legyen, ez elképzelhetetlen az én világfölfogásomban. Érti ezt? Sőt, én inkább azt mondom, hogy itt bizony vannak feladatok, felvételi, amiben meg kell, hogy feleljen, tehát inkább ilyen próbatételek vannak, de nem az, hogy én itt önt motiváljam abba, hogy ez legyen. Hát itt nagyon erős motiváció kell ahhoz, hogy itt valaki itt tudjon lenni. Mert ezt az egy dolgot biztos, hogy nem fogom hozzátenni az életéhez. Tehát itt a tehénben megfordult a borjú már nagyon sok esetben ebben a világban, de én szerintem ezek jó üzletek. Tehát pont nézze, tehát ugye nagyon őszintén elmondom azt, hogy nem fog tudni mit kezdeni azokkal a tapasztalatokkal, amikkel én rendelkezem. Nem fog tudni mit kezdeni vele. Ez az én életem, ez az én generációmnak a története. Nem gondolom azt, hogy ide adaptálható lenne. Vagy ha igen, akkor önnek ezen nagyon meg kell dolgozni, hogy mit tud ide adaptálni. Ez egy normális dolog, hogy ezt ön meghallgatja, látja, van-e olyan dolog, amit én be tudok építeni az életembe. Ugye a mi mai generációnak egy ilyen alternatív útja, hogy hogyan tudja a férfiasságát megélni, vagy hogyan tud férfi mintákat találni, hogyha nem ezen keresztül, hanem azon keresztül, hogy mondjuk a katonaságban lát mondjuk más embereket, más férfiakat, és egyébként is izoláció van. Hát látja ezeket a megmondó embereket, motivációs trénereket, akár ilyen spirituális tanítókat, akik mondjuk férfiként kiállnak a színpadra, és elmondják, hogy milyennek kell lenni egy embernek. Azoknak, akiknek egyébként mondjuk nincs erre fogalma, hogy egyébként mi lenne a jó, hiszen nem kapott mondjuk erre jó mintákat, biztatás példákat. És erről már korábban többször említést tettünk, hogy erre mindenképp érdemes lenne kitérni, hogy itt van ez a self-help, és ez egyébként az én generációmban rengeteg, tehát pont akkor voltam
nagyon-nagyon fiatal, amikor ez Magyarországra, főleg a fiatalok körében elkezdett igazán elterjedni. És rengeteg emberi látok nagyon hasonló mintázatokat, hogy először ez adott egyfajta nagy lendületet és nagy tüzet, aztán ez egyfajta, inkább azt mondom, hogy mindenki megtapasztalta ennek a károsságát, aki egy kicsit így jobban tükörben nézett ezzel kapcsolatban, de nem szeretnék szavakat adni az ön szájában, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek mik az első gondolata, hogy azt mondom, hogy ez motivációs ipar. Igen, szállt. Viszont én nagyon óvatos vagyok ezzel, tehát ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy én szívesen beszélek az életemről, de nem mint mintáról. És én nem gondolom azt, hogy ma valaki ki tud állni ex-katedra, és meg tudja határozni ezeket a dolgokat. Tehát igazából én nem tudok tanácsot adni önnek, mert nem ismerem az életét. Tehát ön már egy teljesen más mozgástere van, teljesen más kulturális térbe, másfajta szocializációval. Tehát most én önnek bármiféle tanácsot ad, hogy a férfi az milyen, hát nem, nézze, egy biztos, hogy vannak alapemberi értékek, és szerintem ezek az alapemberi értékek, ezek mindent felírnak. Na de hát itt a problémát az okozza, hogy rengeteg bizonytalanság van az életünkben, és egy motivációs trénernek nincs más dolga, mint nagyon stabilan kiállni. Érti? Hát tele vagyunk bizonytalan emberrel, hogy most ez jó, ez nem jó. És szerintem egy igazán őszinte ember az óvatos ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Egy motivációs trénernek a sikere abban rejlik, hogy nagyon határozottan azt mondja, gyerekek, arra. És megyünk, mert szüksége van az embereknek erre. Érti? Mert kell valami vonalvezetés. Mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már valaki mondjon valamit, hogy jó, de akkor merre menjünk. És akkor olyan egy motivációs tényleg, és akkor mondja, hogy szeretem magam. És akkor az mindenkinek segíteni fog. És hogyha a narcisztikus pszichopata a csávó, akkor mit fog ezzel mondani? Kezdeni, te milyen irányba vissza? Tehát ez egy nagyon-nagyon motiválni embereket. Tehát édes Isten. A baj az, amit ugye nekünk volt már egy személyes beszélgetésünk, és ezt nagyon jól látja, ez biznisz. Ez üzlet. A motivációs trénerek általában olyan emberekből lesznek, akik valamilyen terméket adnak el, és aztán egy idő után felfedezik, hogy hát ő maga képes termékké válni, és akkor ezeket a dolgokat eladja. Mint életérzés, mint egy vágy az emberekbe, hogy gazdagok akarnak lenni, hogy boldogok akarnak lenni. Én nem, nézze, azt én el tudom dönteni, hogy a feleségemmel elmegyek a francia Rivierára nyaralni, de azt nem tudom eldönteni, hogy én ott boldog leszek-e. Nem tudok ilyen döntést hozni. Oda el tudok menni. Bármit tudok csinálni, de hogy én attól boldog leszek-e, ezt nem tudom. Tehát ez nem megvehető, nem előre eldönthető dolgok. Ez egy állapot, amiben bele tud kerülni az ember. Az üzlet attól problematikus, hogy általában tárgyiasul. Tehát valamilyen tárgyi környezet, valamilyen autó, valamilyen jacuzzi, valamilyen... Azt gondolják az emberek, hogy a boldogságnak ezek a forrásai. Hát talán addig, amíg az ember azt meg nem kapja, addig lehet. De én a problémát abban látom, hogy itt ezeket a dolgokat kell szerintem egy embernek meg kell találni a helyét a világban, ami szerintem egy nagyon nehéz dolog. Tehát én alapvetően egy tanulatlan, műveletlen ember vagyok, és én nagyon sokat foglalkoztat az, hogy értem én el ezeket a dolgokat. Hogy én ebben nem igazán fordítottam energiát. Tehát úgy éltem le az életemet, mint a libák. Hogy történt egy helyzet, és ez élethelyzet valamit elindított, valamit kinyitott, valamilyen információhoz hozzá tudtam férni, és tovább tudtam lépni ezekben a dolgokban. Nem válaszoltam azt hiszem erre a motivációs dologra, ugye? Kidvásként jó volt a példa, szerintem jó dolgokat hallottunk itt. Ugye a mi generációnkban a materiális értékek mellett az is ott van, hogy itt van a közösségi média, ahol mindenki rá van függve a telefonjára, a közösségi médiára, és ott mindenki kirakja azokat a pillanatokat az életében, ami a legjobbnak tűnik.
és a legjobb is nagyon sokszor olyan, ami egy picit oda van csalva, hogy hát oké, akkor most egy picit megfotoshopolom az arcomat, hogy szebb legyek rajta, vagy most akkor odállok egy drágább autó mellé, vagy elmegyek egy nagyon drága nyaralás, amit alig tudok kifizetni, de lefotózom magamat, kirakom, és mindenki azt hiszi, hogy a másiknak sokkal jobb. És egy ilyen fajta irigység motivált, én azért is gazdag leszek típusú hozzáállás is, ami motiválja azt, hogy akkor na, én csak azért is megvalósítom magam. Ami, hagyom, hogy nyugodtan válaszoljon erre. Igen, én aki a célba látja a kiteljesedést, az problematikus. Igazából messzire az jut, aki az útban látja. Tehát aki csinálni. Tehát a jó dolog, persze az ember valamit elképzel, de aki igazán élvezi az A-ból a B-be jutást, tehát az az út maga, ahogy mondjuk én szeretnék egy ilyen házat, és ezt fölépíteni, hogy ebben a házban bent van a munkám, hogy itt ebben a környezetben ezeket a fákat, amiket látnak, mindent én ültettem, a tavat. Tehát minden, amit itt lát, ebben nekem mindenben bent van a munkám, bent van az elképzelésem, de maga az előállítás engem gyönyörködtetett. Tehát én ezt szeretem csinálni. Tehát én reggel kelek, ellátom ezeket az állatokat, mert szeretem. Tehát én nem tartom helyesnek, amikor a célokra fókuszálunk, és nem az oda vezető útra. Tehát ebben pontosan az a szép, hogy ugye az ember szeretne egy jó lovat, de én például nagyon szeretem a lónak a képzését, amíg eljutok odáig. Tehát ez egy óriási élmény, hogy idejön egy olyan élőlény, egy csődör, aki a legelőn volt, és ember közelében nem volt, és én vagyok az első ember, aki megérinti ezt a lovat, és az se egyszerű, mert sokszor hetek mennek el, hogy egyáltalán meg tudjam érinteni, és aztán kialakul egy társkapcsolat ebből, hogy fölépül valami együttműködés. Szóval én azért tartom magam szerencsésnek, mert nekem az oda vezető, a célok fontosak, tehát az ember úgy meghatározott, hogy ezt szeretné elérni, de maga az út, és most egy kicsit a fókuszban a cél van, és nem az út van a fókuszban. Tehát az emberek azt gondolják, hogyha majd az meg lesz, akkor majd az jó lesz. De az is jó lehet, amíg odáig eljutnak, hogy megépítjük ezeket a dolgokat, hogy én hozom létre, hogy részt veszek ebben az egészben, és amikor már megvan, hát jó, hát persze, igen. Na most elértem. Ott van, de maga ez az út, amíg odáig eljutottam, nagyon sok vállás történik, amikor fölépül a ház, például ez a statisztika, hogy összeállnak, és dolgoznak, és kuporgatnak, és építkeznek, és amikor fölépül a ház, akkor szétválnak. Elválnak egymástól. Hogy jutott még eszembe az előző témák kapcsán, hogy ha még mondjuk a motivációs iparban az emberek kapnak egy formulát arról, hogy jó, oké, lesz pénzem, hogy felépítsem ezt a házat, az fantasztikus lenne, hogy mert akkor utána megtapasztalja az ember, hogy oké, ez megvan, ez ki van pipálva, most foglalkozhatok valami olyasmivel, ami mondjuk más szempontból értékes nekem, de az a baj szerintem, ez az is fontos baj, hogy nem megbízható ez. Tehát nem nagyon lehet az embereknek odaadni, hogy itt van a gazdagság három kulcsa, csináld ezt a három dolgot minden nap, és akkor 5 év múlva gazdag leszel, vagy 3 év múlva gazdag leszel. Mert hogy az élet nagyon-nagyon változó és komplex, és ugye önnek nagyon nagy spirituális nyitottsága is van, és nem mindenkinek ugyanaz szállja. Értem, tehát hogy miért kell gazdagnak lenni? Tehát miért kell gazdagnak lenni? Tehát ez, nézze, én egy olyan családban nőttem föl, ahol soha nem esett szó pénzről, soha nem esett szó ezek, tehát ez olyan történet volt, tehát én ilyet nem hallottam a nagyapámtól, hogy ő ennyire, meg annyira gazdagat. Tehát ő kertészkedett, és ő finom gyümölcsöt akart. Tehát ő nagyon büszke volt a barackra, nagyon büszke volt a borára, amit csinált. Tehát ott soha nem hangzott el, hogy mekkora pénz lesz ebből, hanem az a barack, az micsoda íze van. És ahogy meg tudott kínálni bennünket a barackból, az hát mint hogyha a saját testét volna adta volna. De nem volt ilyen, hogy majd ezt ízé, és akkor meggazdagodunk meg. Ez az én életemben se volt. Én jó íjat akartam csinálni, jó lovasi jász akartam lenni.
Valamit én nagyon jól meg akartam oldani, hogy most leülünk ide beszélgetni, én szeretném azt, hogyha most én választ tudnék adni a kérdéseire. Tehát szeretném jól csinálni most per pillanat, amit csinálok, hogy megpróbálok válaszolni. 60 év táblatából visszanézve úgy, hogy ne élje bele magát olyan dolgokba, amik teljesen fölösleges, és ne érezze azt, hogy az én mintám bármit is tehetne önért. Érti ezt? Hogy na, nagyon egyszerű, hát leül velem beszélgetni, elmondom én ezt, hogy kell, így kell. Nem, ez az én életem. Ezt én éltem így végig. És hogy milyen férfiasnak kell lenni. Nem gondolom, hogy annak kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy harmóniába kell legyen a környezetével, harmóniába kell legyen a saját életével. És hogyha ez egy kevésbé férfias dolog, vagy egy nagyon férfias dolog, a lényeg az, hogy megvan ez a harmónia. Eljön a Kassai Lajoshoz, elmondja a tutit, föláll ettől a riporttól, aki megnézi, mindenki tudni fogja most, hogy merre menjünk. De nincs ilyen. És én az óvatos lennék azokkal az emberekkel, akik ezt így elmondják. De nagyon óvatos lennék velük, mert ott valami nagyon nagy baj van. Tehát valami nagyon nagy baj van. Szerintem ilyen alap emberi értékekre kell koncentrálni, odafigyelni azokra a dolgokra, ami feltétlenül nem igazán változik, nem sok ilyen van egyébként. De abból tudunk építkezni és kibontani valamit, amit ön is tud használni. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és órákon át tudnám folytatni, nagyon-nagyon szívesen. Hát folytassuk. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és érkezünk a következő tartalmakkal. Köszönjük!